Óriási a szakadék a Romániában megtermelt és a hazai üzemekben feldolgozott tejmennyiség között. A gazdák úgy vélik, lassan nem éri meg számukra a tejtermelés. Romániában a megtermelt tej kevesebb, mint egynegyede, azaz mindössze 22%-a jut el a feldolgozó üzemekbe. Az országban hozzávetőlegesen 1 millió szarvasmarhát tartanak nyilván, amelyek zömét a háztáji gazdaságokban tartják, az általuk megtermelt tejet pedig inkább a család vagy a szomszédok fogyasztják el. Beszállítani a tejet a feldolgozó üzemekbe már csak azoknak éri meg, akik nagyobb állománnyal rendelkeznek. Parabási Zoltán 16 fejős tehenet gondoz, naponta átlagban 330 liter tejet termel. Ennek 95%-át egy helyi tejfeldolgozónak adja el, de azt mondja, a szomszédok jobban fizetnek és a piacon is jobb áron kell el a tej. A tejára az jelen pillanatban téli hónapokban egy lej 5-1 lej 11 bani körül mozog a feldolgozónak, direkt eladásban olyan 2 lej. A nyári felvásárlási tejár nekünk a nagyobb termelőknek 92-94 bani körül mozog. Tej előállítási költsége úgy nagyjából 1 lej körül kerül literenként. Melyik éri meg jobban? Hát a direkt eladás jobban megérni, csak oda kell vásárló, és abba időt kell fektetni. A kisebb termelőknek azonban többek között az is problémát jelent, hogy nem tudják teljesíteni azokat a tejminőségére vonatkozó uniós standardokat, amelyek hiányában a feldolgozó üzemek nem vehetik be tőlük a tejet. Az uniós piac pedig nagy konkurenciát jelent, amellyel a hazai feldolgozó, illetve értékesítő vállalatoknak is nehéz felvenni a versenyt. Az uniós árak országonként járak befolyásolnak minket is. Nekünk nagyon fontos a termelést fenntartani. Vannak jobb évek, gyengébb évek, a tejtermelőket tekintve is vannak jobb évek, gyengébb évek, de nagyon fontos azt megérteni tulajdonképpen mindenkinek, hogy amíg mi is piacra tudunk termelni, addig kordába tudjuk tartani a konkurenciát is, és tudunk versenyezni. Romániával ellentétben egyébként az Európai Unióban a megtermelt tejmennyiség átlag 92%-a jut el a feldolgozó üzemekbe.